itt a kutatók éjszakáján, ahol Kutasi Mercedes fordítás ferdítés című előadását láthatják, hallhatják, ami igazából egy beszélgetés lesz a legutóbbi fordítására, Guillermo Cabrera Infante Trükkös Tigris Trió című művéről. Ide készítettem gyönyörű borítóját, megmutatom. Mielőtt belevágnánk, el kell mondanom néhány technikai információt. Az előadásról hang és képfelvétel készül, úgyhogy aki nem szeretne azon szerepelni, akkor kérjük, hogy kapcsolja ki a kamerát, de azért nagyon örülünk, ha valaki bekapcsolva tartja, hogy legyen közönség, ne csak egymást lássuk. És szeretnénk mindenkit kérni, hogy amíg a beszélgetést tart, némítsa le a mikrofonját, hogy ne legyen ilyen kis interferencia, illetve ne halljuk magunkat. Ezt nagyon megköszönjük. És természetesen a beszélgetés után lehetőség nyílik majd kérdezni is Mercedes-től. Azt szeretném kérni, hogy ne a kézfelemelés funkciót használjuk itt a Zoom-ban ehhez, hanem a közös chatben jelezzé mindenki, hogyha van kérdése, akár azt is, hogy nem tudom, kérdésem van, és akkor megkérjük, hogy tegye föl, vagy akár be is írhatja a kérdését, és akkor nagyon szívesen felolvasom. Akkor, ha mindenki felkészült, szeretném bemutatni Kutasi Mercedest, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem Bölcsészettudományi Kar spanyol nyelvi és irodalmi tanszék oktatóját. Mercedes irodalomtörténész, művészettörténész és műfordító, többek között Roberto Bolaño, Javier Marías és Guillermo Cabrera Infante műveit fordította magyarra, és háromszor részesült Babits Mihály műfordítói ösztöndíjban, 3 évig pedig Kála Jernő műkritikusi ösztöndíjban. Én Báder Petra vagyok, a BTK spanyol nyelv és irodalmi tanszék oktatója szintén, és nagyon szeretném megköszönni Soltész Bélának a sok-sok technikai segítséget, amit itt a Zoom-ban szolgáltat nekünk. Ahogy említettük, Guillermo Cabrera Infantéről fogunk beszélgetni, egy olyan szerzőről, akinek a neve bizonyára nem cseng ismerősen a magyar olvasó számára, pedig nagyjából egy időben élt például, és alkotott García Márquezzel, sőt, ugye a Trükkös Tigris Trió és a 100 év magány ugyanabban az évben, 1967-ben jelent meg. Megnéztem még az évi spanyol nyelvű kiadásokat, még amit ki tudunk emelni, az például a Vargas Llosának a Kölykök című kisregénye, de azért azt is hozzátehetjük, hogyha már egy ilyen kísérleti vagy kísérletező regényről van szó, hogy Julio Cortázar is a 60-as években mondja ki a legjobb kísérleti prózáját. Ha a magyar nyelvű fordítástörténetet nézzük, akkor García Márquez regényét nagyon hamar lefordítják, 71-ben jelenik meg nálunk Székács Vera fordításában a Magvető kiadónál, a 100 év magány. Vargas Llosát például a Kölyköket 76-ban fordítják, de például azt láthatjuk, ugye, hogy a Cortázar nagy regény, hogy így hívjam, a Rayuela, a Sánta iskola is sokat várat magára, és Cabrera Infante műve is tetemes, 50 éves késéssel jelenik meg magyarul Kutasi Mercedes fordításában. Az első kérdésem az lenne, hogy minek köszönhető ez a késés, és hogy mikor merült fel, vagy hogyan merült fel, hogy ki kellene adni Cabrera Infantét magyarul, és miért pont ezt a regényt kellene kiadni magyarul, de előtte talán nem tudom, hogy hány spanyolos, nem spanyolos van a közönségben, talán azt is el lehetne magyarázni, hogy ki egyáltalán az a Guillermo Cabrera Infante néhány szóban, és akkor utána visszatérnénk a kiadás történetre. Értettem, köszönöm szépen, Petra, hogyha valamit kihagyok, akkor közben azért szóljál bele, mert nem biztos, hogy ennyi kérdést egyszerre meg tudok jegyezni, és viszont azt szeretném kérni esetleg, hogyha a személyiségi jogaitokkal rendben van az ötlet, akkor én nagyon boldog lennék, ha bekapcsolnátok a kamerát, szóval, hogy én így szoktam szorongani, amikor ilyen fekete négyzeteket nézek, és így sokkal boldogabb vagyok, hogyha látom, hogy köszönöm, sokkal jobb így. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte, köszönöm szépen. Szóval, ki az a Cabrera Infante, és miért kell őt lefordítani és kiadni magyarul? És miért nem adták ki eddig magyarul? Cabrera Infante, kubai szerző, nagyjából kortársa, ahogy Petra elmondta, a boom sikeríróinak, azonban hát annyiban különbözik tőlük, hogy ő 62-ben Európába költözik, először kultúrdiplomataként, és aztán egy 1965-ös incidens következtében, amikor is hazamegy a mamája
hát először a beteg ágyához, aztán végül, miközben ő utazik, azt hiszem az amszterdami repülőtéren éri a hír, hogy a mama meghalt, tehát végül a temetésére érkezik haza, és aztán annyi-annyi viszontagságon kell keresztül mennie, mire újra kiutazhat Kubából, hogy ott akkor tesz egy szent fogadást, hogy ő soha többet idebe nem teszi a lábát, amíg Fidel Castro él, és aztán ez szerint is cselekszik, csak hát Fidel Castro túléli őt, és akkor ezért nem megy többet vissza Kubába. Tehát, hogy ha azon gondolkozunk, hogy miért nem adják ki a regényét Magyarországon, akkor ennek nagyon sok köze van hozzá. Nyilván azért nem adják ki, mert Magyarországon a 60-as, 70-es években, amikor már ezt lefordítják, egy ilyen hozzáállás nem biztos, hogy feltétlenül politikailag korrekt. És hát ugye Cabrera Infantéről tudjuk, hogy utána Londonban tölti az élete hátra lévő részét. Ott ír, ott publikál, fordít is, mert nem meglepő módon Joyce-t fordít spanyolra. Aztán vannak olyan könyvei, amelyeket végül ő maga ír meg angolul, és spanyolra is ő fordítja le. Tehát abszolút kétnyelvűvé válik így a végére, és közben folyamatosan ír, és gyakorlatilag mindegyik regénye szegről végről Kubáról szól, majd lehet, hogy beszélünk erről részletesebben, hogy mennyire szegről végről, és mennyire közvetlenül, mindenesetre Kuba az egy ilyen örök téma a regényeiben. Hogy miért nem adták ki, ugye erről részben már ejtettem szót, hogy jó részt politikai oka van, nyilván Cortázarnak is hasonló okai vannak, hogy a nagy regényét miért nem adták ki. Ugye a 60-as, 70-es években kisebb, és hát nem akarok csúnyán kifejezni magam, de mondjuk nem annyira jelentős műveit adták ki magyarul. Egyetlen egy novella válogatása jelent meg, és azt hiszem, hogy a Los Premios, a Nyertesek című regénye, és még a Fantomas című regénye jelenik meg, azt hiszem, így a korai időpontokban magyarul. De hát a nagy regény az, hát egyrészt egy ilyen borzasztó kozmopolita szöveg, és hát nem annyira szép, hogy kiadják abban az időszakban Magyarországon. Tehát ugyanez van a Tigris trióval is, hogy hát nem annyira jó politikailag Cabrera Infante Magyarországon, és akkor ezért nem adják ki. Részben ezért, hát részben meg nyilván a nyelv miatt, tehát borzasztó nehéz az a nyelv, amin ír, nagyon játékos, nagyon bonyolult, és ugye, hogy azt kérdezted, hogy miért most adták ki, vagy hogy ki döntött úgy, mikor és miért, vagy miért, igen, tehát nagyjából ez. Szerintem már nagyon sokan vártuk nagyon régóta, hogy kiadják Cabrera Infantét magyarul. Én is nagyon régóta vártam, hogy kiadják, és hogy valaki lefordítsa. Hát én Cabrera Infantéból írtam a doktorimat is ezelőtt jó sok évvel, és hát már akkor nagyon figyeltem, hogy hát ha valaki esetleg szeretné ezt a regényt lefordítani, egyáltalán nem gondoltam, hogy én ezt valaha le fogom tudni fordítani, meg hogy szeretném, mert azt képzeltem, hogy ahhoz, hogy valaki egy ilyen regényt lefordítsa, minimum, nem tudom, Karinthy Frigyesnek kellene lennie. Úgyhogy nagyon-nagyon reméltem, hogy egyszer csak majd, nem tudom, Varródani megtanul spanyolul, vagy valami hasonló jellegű csoda történik, de hát nem történt, és akkor egyszer a Sárközi Bence azt mondta, hogy ő szeretné mindenképpen kiadni ezt a könyvet. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy kiadták a Tigris triót, az nagyjából egy szemében a Sárközi Bence jelenkor kiadó vezetőjének a felelőssége, meg a döntése, meg a kockázata, meg minden ilyesmi egy szemében. Tehát azt mondta egyszer a Bence, hogy ő régen, amikor egyetemre járt, akkor a bölcsészkaron azt suttogták, hogy Cabrera Infante sokkal jobb, mint bárki más, és ő a legjobb latin-amerikai szerző. Ők nyilván angol fordításban olvasták akkoriban ezt a regényt, és hát azóta ő is gondolom, hogy érlelgette magában, hogy mennyire rentábilis, szerintem ez volt a legfontosabb kérdés, egy olyan regényt kiadni, amit talán három ember fog elolvasni. Remélem, hogy annál azért többen fogják elolvasni, mert elég jó promóciója van a jelenkor kiadónak. De szóval, hogy szerintem a Bencinek volt a nagyon nagy döntése, meg a hatalmas nagy kockázata. És hát szóval, hogy megkérdezte, hogy szeretném-e lefordítani, mondtam, hogy nem szeretném. És aztán aludtam rá nagyon sokat, meg gyötrődtem fölötte nagyon sokat, és hát végül aztán lefordítottam. Uh-huh. Szóval, hogy így történt ez nagyjából.
És lehet ennek folytatása? Vagy nem tudom, te nyilván nagyon jól ismered a szerzőt, hogy még mit lehetne tőle lefordítani? Mi az, ami a magyar közönségnek szólhat Cabrera Infantétól? Hát minden, természetesen. Cabrera Infantét azért is szeretjük, mert borzasztó nagy életműve van, sok-sok ezer oldal, és hát egyik oldal jobb, mint a másik. Tehát, hogyha olvastátok a Tigris triót, vagy abból valamicskét, akkor láthatjátok, hogy ez mennyire virtuóz, és mennyire nyelvileg is, meg kulturálisan is összetett szöveg. Na hát ilyen oldalai vannak ezer szám. Ha megkérdezni mondjuk a Bence, hogy mi legyen a következő, akkor biztos azt mondanám, hogy az önéletrajzi regénye a La Habana para un infante difunto, ami egy nagyon-nagyon vicces regény, részint önéletrajzi, és részint egy ilyen erotikus fejlődés regény, arról az időszakról szól, amikor Cabrera Infante 12 évesen Hibárából, ami a szülőfaluja, Havannába költözik a szüleivel. A szülei a kubai kommunista párt prominens tagjai és vezető egyéniségei, olyannyira, hogy azt hiszem, hogy Cabrera Infante kicsi korában még börtönben is ül a papával, meg a mamával, mert hogy ugye nincs kire hagyni a gyereket, amíg a szülőket börtönbe dugják. És akkor megérkeznek Havannába, és ott ő elkezd cseperedni, elkezd kamaszodni, és közben íróvá is válik. Tehát ez a párhuzamos fejlődés, hogy egyszerre lesz író és férfi, ennek a története ez a regény, persze nagyon sok csavarral és nagyon sok elképesztő nyelvi leleménnyel, ezt nagyon-nagyon imádnám, hogyha lefordíthatnám. És hát, hogy még mi érdekli a magyar közönséget, szerintem valószínűleg érdekelhetné egyébként az a regény, amit utoljára posztumusz műként adtak ki, ha jól emlékszem 2005-ben, de ezt gyónom, hogy nem néztem meg, tehát nem biztos, hogy pontos időpontot mondok, nem, mert 2005-ben halt meg, akkor 2008-ban mondjuk. Az a címe, hogy Mappa dibujado por un espía, vagyis valami ilyesmi, hogy egy kém által rajzolt térkép, nagyon csúnya nyers fordításban, és ez azokból a feljegyzéseiből készült, amikor 65-ben hazautazott Kubába, és annak a viszontagságos, azt hiszem, hogy 4 hónapnak a krónikája, amit ott eltöltött, amíg ki tudott onnan szabadulni, és vissza tudott menni Londonba. Ez egyáltalán nem olyan regény egyébként, mint Cabrera Infante összes többi regénye, tehát ez egy viszonylag lineáris, viszonylag hagyományos regény, viszont őrült sokat meg lehet tudni arról, hogy milyenek voltak a viszonyok a 60-as években Havannában, és milyen írókkal beszélgetett ott, akik csak ugyan voltak, és gondoltak ezt azt. Tehát, hogy ez egy viszonylag realista regény, és sokkal, tehát, hogy teljesen különböző okból gondolom fontosnak, mint mondjuk a Tigriseket, vagy a Lábánát. Mondtad a címet, hogy csúnya nyersfordítás van, és itt van a Scholz tanár úr, és mindig eszembe jut a Tres Tristes Tigres címről, hogy műfordítás szemináriumon ugye ez volt az egyik téma, hogy hogyan fordítsunk címeket, és akkor emlékszem, hogy megkérdezett minket, hogy hogyan fordítanánk ezt a címet, mert hogy ugye ez egy nyelvtörő, és ő az irodalom történetében a Scholz tanár úr máshogy fordította, az volt azt hiszem, hogy tragikus, Tigris trió, hogy lett itt a tragikusból trükkös, vagy milyen más ötletek voltak a címre, mert gondolom, hogy rengeteg ötlet lehetett. Hát rengeteg ötlet volt, és hát ez a címadás azt gondolom, hogy egy teljesen végtelen történet. Ugye volt ez a tragikus Tigris trió, ami hát így mindannyiunknak a fejében benne van, de nem akartam, hogy tragikus legyen a Tigris trió, mert hogy ez egyáltalán nem tragikus regény, és ilyen címmel, tehát hogy véletlenül sem azt kapja a nyájas olvasó, amit adni szeretnénk neki. Ugye ez a nyelvtörő, ez egy spanyol nyelvtörő, sokféle változatban létezik, ami egyébként némiképp anticipálja a regénynek az ő szerkezetét, hogy ott is számtalan változat van, tehát többen egyébként így utóbb reklamáltak is, hogy én nem úgy tudom a nyelvtörőt, ahogy mások tudják a nyelvtörőt, de az a lényeg, hogy így kezdődik a nyelvtörő, hogy Tres Tristes Tigres, és akkor valami búzákat legelnek ezek a tigrisek, és aztán vagy meghalnak, vagy nem. És hát ez mindenképpen fontos volt, hogy nyelvtörő legyen, mert ugye a nyelvről szól a regény. Aztán hát nagyon-nagyon sokféle változaton mentünk keresztül, amíg eljutottunk a mostani változathoz, és korán sem gondolom, hogy ez a legjobb vagy a legvilgesebb változat, sőt azt gondolom, hogy
hogy ez a könyv ez azt igényelni, hogy legyen sok fordítás, a sok címe, és ő maga is rengeteg változatban létezzen. Úgyhogy örülnék tényleg egyébként, hogyha több fordítást is láthatnánk párhuzamosan és egyszerre. Én az első változatban, amit leadtam, meghagytam a Tigris triót, viszont tehát az a lényeg, hogy ez a nyelvtörő szerepel a regényben, és akkor csináltam a TR hangzókkal egy nyelvtörőt magam is magyarul. Azért volt fontos a TR számomra, mert egyrészt nem akartam magyar nyelvtörőt belerakni, azért nem akartam, mert ugye az előszóban a szerző azt mondja az olvasójának, hogy ez a könyv kubaiul van, és a kubai nyelvnek a hangzó változatát mutatja meg, és rögzíti, és nem akartam, hogy magyarul legyen. Tehát nem akartam olyan bevett magyar fordulatokat, vagy bevett magyar szövegrészleteket, ami a magyar nyelvhez ragasztaná a nyelvezetét, és ezért kitaláltam egy ilyen fiktív nyelvtörőt, ami magyarul is nyelvtörő, amiben egy csomó TR hangzó, valamint még azért is volt fontos a TR, mert nagyon sokat játszik a TR-rel egyébként a regény során a szerzőnk, illetve hát a fő helyszín, az egyik mulató, azt tudják, hogy Tropicana. És akkor hát ugye ez a trópusokon történik, és hát Kuba a trópusi sziget, és azt gondolom, hogy valamennyire mindig, amikor fordítunk, vagy amikor ilyen könyvet fordítunk legalábbis, akkor gondolkozunk azon, hogy egy magyar olvasó számára egy kubai regény az mennyire idegen, vagy mennyire egzotikus, és ugye a trópus, meg a kubai sziget, az szerintem nagyon-nagyon jól jön ennek a regénynek a hangulatához. Tehát ilyen trópusias jellegű első verziót adtam le, ami aztán nem győzte meg a kiadót, de nem tudtak jobbat. És akkor hosszan gondolkoztunk, akkor volt egy pillanat, amikor rosszabbnál rosszabb megoldásokat dobtak be ők is, meg én is, és akkor jött egy pillanat, amikor azt mondták, hogy oké, engedjük el, hogy nyelvtörő, mondjuk azt, hogy nem vagyunk indoeurópai nyelv, és legyen szó szerint három szomorú tigris. És akkor hát ettől én nagyon-nagyon szomorú lettem, mert ugye nyilván a regény arról szól, hogy a nyelvvel játszunk, és a nyelvet forgatjuk ki, nem lehet három szomorú tigris, akkor aztán kínomban mondtam nekik, hogy jó, de akkor csináljunk egy olyan címlapot hozzá, hogy megtükrözzük a három szomorú tigris feliratot, és akkor gyártunk rá anagrammákat, és tükörben látszik az ugyanazokból a betűkből kirakott másik szó, vagy másik szókapcsolat, és akkor lesz egy három szomorú tigrisünk, ami ugyanaz, de mégis más, nem tudom már miféle megoldásaim voltak, de állati viccesek, csináltam egy nagyon nagy kupaszi anagrammát, kiválogattam azt hiszem három legjobbat. Tényleg szórakoztatónak tűnt, de azt hiszem, hogy ilyen könyvtár tudományi vagy katalogizációs problémák miatt szerintem ezt így elvetettük. És akkor a végén, mikor már mindenki teljesen kétségbe volt esve, hogy itt van a fordítás hónapok óta, és még mindig nincsen neki címe, akkor egy szerkesztőségi értekezleten végül összedugta a szerkesztőség a fejét, és akkor erre jutottak, és mondták, hogy ők ezt gondolják, és akkor már mindenki szerintem nagyon fáradt volt, és akkor mondtam, hogy jó legyen ez. Úgyhogy így lett végül trükkös tigris trió. Nem gondolom rossz címnek egyébként. Azt gondolom, hogy közben lehet, hogy volt egy-két jobb próbálkozás, de nem vagyok benne biztos egyébként. Nagyon beleéltem magam a három szomorú tigris anagrammás változatába, mert elképzeltem, hogy a Tillai Tamás milyen gyönyörű címlapot tudna erre csinálni, de hát nem tudom, hát ha megkapom karácsonyra. Lehet. Említetted, hogy majd beszélünk Kubáról, és akkor lehet, hogy ezzel folytathatnánk, hogy nagyon-nagyon sok kulturális utalás van a regényben, rengeteg féle. De hogy meg a Cabrera Infante többi művében is, de hogy a Kubához valahogy mindig visszatért, hogy a szülőföld az mindig ott lebeg, és nyilván ezt lehet ugye, nem tudom, az emigrációval magyarázni, de azt akarom kérdezni, hogy egyrészt, hogy miért van ennyi utalás, miért, hogy el akar minket terelni a témáról, vagy valamilyen polifóniát szeretne létrehozni, meg hogy ő hogyannak látja szerinted Kubát, nyilván a többi, a tigris, tükkös tigris trióban, és a többi művében. Ez egy borzasztó nehéz kérdés. Kérdezzük meg Cabrera Infantét, hogy miért van benne ennyi kubai utalás. Egyébként nem csak kubai utalások vannak benne, hanem van benne borzasztó sok amerikai utalás. Tehát ugye ez az 50-es évek Kubájáról szól, vagyis hát ott játszódik ez a regény. És hát
a legtöbb kulturális utalás az a rengeteg amerikai film, amit közben néznek, meg hát nyilván persze közben egy csomó kubai zene is van. Hogy miért? Hát azért, mert nyilván azt a korszakot óhajtja felidézni, tehát azt gondolom, hogy itt semmiféle abstrakciós törekvés nincsen, az már inkább kérdés, hogy a későbbi regényeiben miért van annyi Kuba, és szerintem még ennél is izgalmasabb kérdés az, hogy van Kuba azokban a regényekben, amelyekben nincsen Kuba. Tehát mondjuk arra gondolok, hogy például már az öreg Cabrera Infante ír egy olyan könyvet, hogy Libro de las Ciudades, a városok könyve. És ez egy voltak éppen ilyen novellás kötetnek mondanám, ha mindenképpen meg kéne határozni, bár ez borzasztó nehéz egyébként, mert Cabrera Infantinál műfajt meghatározni, ez egy ilyen öngyilkosság, mert mindegyik műfajában van nagyon sok elem egyéb műfajokból, és nem is csak irodalmi műfajokból szerintem. Mindenesetre ez a Libro de las Ciudades, ugye magyarul úgy fordíthatnánk, hogy a városok könyve, ez ilyen mindenféle városokról szól, van benne például egy nagyon édes szöveg, ahol Miriam Gomez, aki a szerzőnek a felesége volt, egy kubai színésznő, ugye vele élt Angliában, és ő még máig is ott él Angliában, Londonban, és akkor arról beszél, hogy jön a karácsony, minden fehér, és Miriam Gomez elindul shoppingolni. És akkor így elmeséli, hogy Miriam Gomez bemegy az ilyen áruházba, és macit vesz az unokának, és bemegy az oda, és vesz, nem tudom, kaját a vacsorához. És szóval ilyen nagyon-nagyon bájos, ilyen kis csacskaságnak tűnik, és közben egyszer csak az az érzése támad az olvasónak, hogy akkor is Kubáról ír, amikor Londonról ír, és hogy miért, azt nem biztos, hogy tudjuk, mert hogy nincsen benne közvetlen kubai utalás, leginkább azt gondolom, hogy a nyelv miatt, tehát hogy a Cabrera Infante nagyon-nagyon-nagyon markánsan kubai spanyolt használ, és az ő kiinduló pontja, ugye, akikkel összehasonlítottad az elején, Petra, García Márquezzel, Vargas Llosával, ők teljesen másfajta irodalmat képviselnek, mert hogy a saját földrészüknek a mondjuk mítoszaiból, vagy régi történeteiből indulnak ki. Cabrera Infante viszont nem ezt csinálja, hanem abszolút nyelvi a kiindulási pontja, ami mondjuk érthető, mert részint ugye Kubában ősi latin-amerikai mítosz nem igen maradt fel, hanem sokkal inkább ezek az afro-kubai történetek, de azt már csinálta a Carpentier, és ugye ő is kacag ezen, hogy Carpentier mennyire felhasználja ugye ezeket az afro-kubai mítoszokat. Viszont van ez a kubai hagyomány, amit úgy hívnak, hogy choteo, ez a vicces beszélgetés, vagy egymásnak az ugratása. És azt gondolom, hogy ha Cabrera Infantének a műveinek a gyökerét kellene megkeresni, akkor semmiképpen sem a mítoszokhoz nyúlnék, hanem ehhez az ugratós beszédmódhoz, ez a viccelődéshez. És hát nyilván mindez mondjuk a sok Joyce olvasással megfűszerezve, adja azt, hogy megteremti a Havannáról szóló beszédnek azt a speciális beszédmódját, amit bármeddig lehet húzni, megtekerni. És hát biztos persze, tehát, hogyha pszichológizálnak, akkor van benne egy csomó nosztalgia, egy csomó kínlódás, hogy ugye ott ül Londonban a hidegben, miközben Havannában Fidel Castro éli az életét, és ő csak miatta nem megy vissza. Tehát, hogy biztos van benne borzasztó sok frusztráció, meg borzasztó sok honvágy, meg mi minden. De hát ezekről olyan nehéz beszélni, mert hát mi nem vagyunk ő, szóval inkább a nyelvi részét ragadnám meg, és azt, hogy ehhez a fajta hagyományhoz kapcsolódik inkább. Uh-huh. És hogy lehet a kubait magyarra fordítani? Hoztam két rövid idézetet. Ugye az előszó előtt még találunk egy kis mini közleményt és egy figyelmeztetést, és akkor felolvasok egy picit a közleményből, azt mondja, hogy e kötet szereplőihez a kilenduló pontot mindig valós személy adja, ennek ellenére mindannyian kitalált figurák, majd hozzáteszi, hogy az irodalom és a történések közti minden hasonlóság a véletlen bűve. Aztán jön egy figyelmeztetés, amiben azt mondja, csak az első pár mondatot idézem, a könyv kubaiul írodott, vagyis a spanyol nyelv különböző Kubában beszél dialektusaiban, az írás pedig csak egy kísérlet, hogy röptében elkapja az emberi hangot, ahogy mondani szokás. A kubai nyelv különféle formái egyetlen irodalmi nyelvben olvadnak össze. Tehát ez nagyon nehéz lehetett, hogy nem csak, hogy a kubait akarja fordítani, hanem a többféle kubai dialektust. Hogy nyilván ez lehetetlen, de hogy mit csináltál, vagy milyen megoldások jutottak eszedbe?
Hát az elején ezt elengedtem. Aztán persze eszembe jutott rá egy csomó megoldás, de tényleg elengedtem, több okból is elengedtem. Hát részint azért, mert hogy ami kubaiul van, az egy paradoxon, tehát magyarul nem tudok kubaiul írni. Aztán van még az, ami hát így némi félelemmel töltött el, hogy ugye amikor lefordult Cortázarnak a Rayuelája, akkor ott volt egy hosszú vita a regény megjelenése körül, hogy mennyire legitim egy magyar nyelvjárásban lefordítani egy latin-amerikai valamilyen országnak a beszédmódját. Nyilvánvalóan én ezzel nem tudok egyet érteni, tehát gondolhatunk ezt, meg gondolhatunk azt, de azt gondolom, hogy egy-egy országnak a sajátos beszédstílusa semmiképpen sem vethető egybe, mondjuk, nem tudom, az Alföld, vagy a Felső Tiszatáj, vagy a bármelyik magyar vidékünknek a beszédmódjával, mert hogy teljesen másfajta asszociációkat hoz be. Ezen kívül meg egyáltalán nem akarom földrajzilag egy magyar tájhoz kötni, tehát hogy mindenképpen az elején már láttam, hogy egy valamiféle, hát ilyen mesterségesen előállított nyelvet kell csinálnom, ami majd a kvázi kubai lesz. És hát igen, tehát hogy ami igaziból fontos volt, az, hogy ez egy szóbeli szövegnek a lejegyzése. Tehát sokkal inkább figyeltem arra, hogy a szóbelisége megragadható legyen, vagy megmaradjon a szövegnek, semmint az, hogy kubai, mert az egy olyan esetleges dolog, amivel nem tudok mit kezdeni. Ami a szóbeliségét illeti, ott is volt azért egy csomó nehézség meg átgondolni való, mert amikor egy magyar, tehát ugye a magyar nyelv nem fonetikus nyelv, vagy nem olyan nyelv, mint a kubai, ahol ugye mindig azon kacagunk, hogy a kubaiak lenyelik az utolsó szótagokat, meg nem mondják ki a szavak felét, és hogy ez milyen mulatságos, hogy olyan, mint hogyha voltak épp csaholnának. Tehát ilyet nem tudok a magyar nyelvvel csinálni, mert hogyha valaki nagyon hadar, akkor sem hagyja ki a szavak felét, vagy legalábbis nem úgy, hogy az írásban felismerhető legyen. Mondjuk Cabrera Infantinál sem mindig felismerhető. Tehát nagyon sokszor motyogtam, amikor fordítottam, és így mondtam magamban a szöveget, hogy na, ez most mit jelent. Tehát, hogy muszáj Cabrera Infantit hangosan mondani, miközben az ember megpróbálja lefordítani, mert nagyon sok résznél nem lehet rájönni, hogy mit jelent az adott szövegrész. És akkor mindenképpen ezt a szóbeliségét akartam megragadni a dolognak. Amiben viszont ugye az a nehézség, hogy abban a pillanatban, hogy elkezd az ember hibásan írni, rögtön eszünkbe jut a Rejtő Jenő meg a Fülig Jimmy, és hát ezt is szerettem volna elkerülni, úgyhogy végül abban maradtam magammal, meg másokkal, hogy az a szerencse egyébként, hogy nem az egész regény van nagyon fonetikusan átírva. Ha így volna, akkor valószínűleg sokkal több őszhajam lenne ma, mint amennyi most van. Viszont csak nagyon kevés ilyen rész van, és akkor hosszan beszéltem kubai barátaimmal, meg hosszan beszéltem az itt látható Scholz tanárúrral, és akkor végül abban maradtunk nagyon sok veszekedés és vita után, hogy valószínűleg úgy lehet, és ezt a kubaiak inkább megerősítették, hogy azok a részek fonetikusabbak, amelyek olyan emberektől, vagy olyan beszélőktől származnak, akik társadalmilag lejjebb vannak. Tehát, hogy a fonetikus részek, azok egyszer s mind leírhatóak valamiféle szociográfiai, nem tudom, premisszák mentén is, és akkor ezért aztán igyekeztem az ilyen részeket inkább szlengesebbre venni, vagy inkább egyszerűbbre, vagy több olyan nyelvbotlást raktam bele, amit egy egyszerűbb, vagy nem annyira képzett ember használhatna. Tehát a fonetikus, hát részint meghagytam fonetikusnak, részint meg hát ilyen társadalmi, vagy szókincsbeli dologgá alakítottam. Uh-huh. Ennyit állt tőlem. Nagyon jó lett szerintem, én olvastam, hogy és mi okozott a legnagyobb fejtörés, vagy a legnagyobb nehézséget a fordítás során, mert azért itt volt bőven megoldani való, nem tudom, voltak lehet, hogy arról már picit később részletesebben beszélhetünk, a stílusparódiák, szójátékok, vizuális játékok is vannak benne azért bőven, hogy mi az, ami a legnehezebb volt, vagy amikor úgy érezted, hogy úristen, ez nem fog menni. Hát a gyávaságom volt a legnehezebb, azt hiszem. Nem, az eleje az nagyon-nagyon rossz volt. Tehát amikor a Bencének, hát szerintem leginkább egy félreértés miatt vállaltam én ezt a könyvet. Tehát ezt így sok helyen elmeséltem már, de elmesélem még egyszer.
Ugye ez úgy történt, hogy a Bence írt egy SMS-et, hogy merci, azt álmodtam, hogy lefordítatom a tigriseket. Kézenfekvő és frappáns válasz erre, Bence, azt álmodtam, le tudom fordítani. Ez nyilván reflexió arra, hogy úgyse tudom, de ez ember le nem fordítja neked, drága Bence. De Bence ezt igennek vette, és megírta a szerződésemet. Na, ezután nagyon nyomorúságos hónapok következtek. És akkor hát először így azzal kezdődött, hogy így bementem a tanszékre, lődörögtem, akkor így kezdtem ilyen embereknek ilyen finoman mondogatni, hogy képzeljétek el, mibe keveredtem. Azt hiszem, Zombori Gabi volt az első, aki röhögött rajtam. Szóval, hogy így próbálgattam így az emberek reakcióját, és próbáltam az arcukból leolvasni, hogy vajon mekkora marha vagyok, hogy én ezt így beleártottam magam, és így benne vagyok. És hát így szimatoltam távolról a könyvet, mint egy ilyen béna vadászkutya, mert hogy hát jól tudtam, hogy ez ilyen tök lefordíthatatlan, tehát ez egy esélytelen dolog. És nem mertem újraolvasni, szóval, hogy tudtam, hogy vannak benne ott azok a nagyon rossz részek, ahol nagyon nehéz lesz, hát ezt nem is tudom, hogy, de hát az elejét se tudom, hogy hát, na, szóval, hogy mi lesz itt, és akkor nagyon-nagyon sokáig kétségbe voltam esve, és akkor fordítottam egy oldalt nyáron egy vonaton, nézegettem, szagolgattam, így se tetszett, úgy se tetszett, és akkor hát így hónapokig így kínlódtam, megvekengtem, és aztán egyszer csak így azt mondtam, hogy na jó, van, most már itt a határidő, most már valamit kell csinálni, és akkor nosza rajta álljunk neki. És akkor így elkezdtem ilyen rettentő mennyiségeket fordítani egy nap, és így valami bekattant, tehát szerintem így átállítódott valami kapcsoló, és akkor úgy nekilódultam, és akkor viszont úgy tűnt, hogy ez így nem is olyan nehéz. Na akkor viszont az volt a gyanús, hogy ez miért nem nehéz, és hogy akkor biztos valamit elrontok, és biztos nagyon rossz lesz. Tehát a legutolsó pillanatig nem mertem azt gondolni, hogy ez akár jó is lehet, vagy még akár az utolsó szójátékot is meg tudom csinálni. Szóval tényleg ez ilyen folyamatos ilyen gyötrődés volt, miközben meg hát rettenetesen élveztem. Szóval szerintem életemben soha semmilyen munkámon nem szórakoztam annyit, mint ezen. És így amióta leadtam, azóta nem tudom, mint egy ilyen rossz kábítószeres, így hiányzik, hogy még sok ilyen könyvet szeretnék. Szóval, hogy azóta minden unalmas, szürke és sivár. Tehát, hogyha valaki a Bencében jóban van, akkor mondjátok meg neki, hogy jöjjön a következő. Tehát mondom, leginkább ez volt a nehéz, hogy így elhiggyem, hogy ez akár még le is fordulhat. És hát persze utána közben voltak dögnehéz szójátékok, de aztán ilyen meglepően nagyon hamar találtam rájuk megoldást. Nem vagyok róla meggyőződve egyébként, hogy ezek a legjobb megoldások. Azt gondolom, hogy lehetséges megoldások. Egy-két olyan hely van, ahol így, hát így nagyon nem vagyok vele elégedett, de és így fájlalom egyébként egy kicsit, hogy a szerkesztő nem nyúlt bele jobban, de hát majd a következő fordító, vagy a következő kiadás során majd valamit csinálunk vele. És a picit visszatérnék itt, vagy nem, hát nem térnék el a témától, mert fordításról kérdezlek, csak ennek a beszélgetésnek az a cím, hogy fordítás-ferdítés, és ugye gondolom, hogy ezt azért hoztad, mert ez a két szó meglehetősen sokat jelenik meg a műben, van egy nagy szakasz, nem tudom, hogy fejezetnek nevezzem, a fejezet mondjuk a Bacsátám, amivel zárul a regény, és ugye ott van egy ilyen nagyon-nagyon hosszú központozás nélküli mondat, de még hozzáteszi, hogy traditori, ugye a végén ez a traditori, fordítók, ferdítők, hogy mit jelent, vagy te hogyan olvastad ezt, hogy ferdítés a regényben, vagy mi ott egyáltalán a fordítás, mert nekem úgy tűnik, hogy ilyen nagyon-nagyon tág értelemben érti ezt a szót. Hát persze, minden fordítás. Hogyne? Úgy kezdődik a dolog, hogy ugye az előszóban azt mondja, hogy ez a könyv kubaiul van. Tehát ez egy olyan könyv, ami egy elképzelt beszélgetés halmaznak az írásbeli lefordítása. Tehát mindenképpen már az írott változat is egy fordítása annak a fajta közlekedésnek, ami Cabrera Infantéra valójában jellemző. Tehát, hogyha onnan indulunk, hogy ez a csoteo, ez a beszélgetés az alapműfaj, vagy a kiindulási pont, akkor az, hogy ebből egy írott mű születik, az már önmagában valamiféle átirat, vagy fordítás. Aztán, hát ugye Cabrera Infante nagyon sokat hivatkozik zenére, és akkor a zenei variációkról is nagyon sokat beszél itt is, meg egyébként más műveiben is. Tehát az a fajta zenei variáció, ami ő azt mondja Bachra jellemző leginkább, meg ugye a barokk zenére,
az nála is nagyon sokszor megjelenik, zenét ír át szövegre, a szövegek között változatokat létesít, tehát hogy ezek borzasztó gyakori elemei ennek a regénynek. Aztán, hát ugye amiben tematikusan is sokszor megjelenik a fordítás, ez a traditória, amit idéztél a végéről, ez azt hiszem, hogy oda kapcsolódik, hogy a végén beszélgetett az egyik főszereplő egy fordításról, amit át kell majd írnia, mert ugye Rine Leálnak, aki egyébként egy valós irodalmi szereplő, de a könyvében is szereplőt csinál, tehát egy író, de ugye belerakja ebbe a könyvbe, meg nem csak ebbe, hanem a Lábánában is szerepel, mert hogy egyébként nagyon jól lehet játszani a nevével, ugye Rine Leál, a leghűségesebb barát, és hát ezzel nagyon sokat mókázik a szerzőnk, és akkor azt írja, hogy Rinének van egy fordítása, ami hát nagyon rosszul sikerült, és akkor ő megkapja a munkát, hogy csináljon már valamit vele, írja már át, és akkor ott nagyon sokat kínlódnak azzal, hogy mit csinált a fordítással, és azt mondja, hogy hát nincs kész a fordításom, mert a szavakat ugyan átírtam, de hogy úgy egyébként ugyanaz az egész. És akkor hát nyilván itt felvetődnek a nagy fordítás elméleti kételyek, hogy mi a fordítás, hogy a szótár az mennyire segít nekünk, vagy mennyire nem. És ha már szótár jut eszembe, ugye Cabrera Infante nagyon imádja ezeket a listákat. És gyakorlatilag az egész regény a szótár, különösen a Carpentier paródiája, ahol kizárólag szinonimákat sorol, és akkor azt mondja, hogy is megpillantotta a szemét, és akkor jön a szemének az összes részlete, majd kitátotta a száját, és elétárult a következő látvány, és akkor minden tárgyat, amit megemlítene elvileg csak, ahhoz így nagyon közel megy, és elmeséli az összes apró részletét. Aztán, hát mik vannak még nagyobb részekben, ugye az Egy bot története című részben egy olyan történetet mesél el, ahol két amerikai turista, egy házas pár Kubába látogat egy hosszú hétvégére, és akkor ott hát egy ilyen nagyon egyszerű történetbe keverednek. Ez kicsit olyan egyébként, mint a Könó stílus. Valaki mondja meg, mit akarok mondani. Hogy hívják azt? Stílusgyakorlatot. Stílusgyakorlatot. Köszönöm. Szóval, hogy az a könyve, amit egyébként később az Exorcismus de Stilo című könyvében egy teljes könyvereig parodizál. Tehát, hogy ez a Campbell úr és feleségének, a botjának a története, ez egy ilyen egyszerű, primitív történet, amerikai házaspár kiköt Kubában, és akkor ott nagyon jól érzik magukat, mert minden nagyon egzotikus és nagyon latin, és elmennek a kabaréba, és nézik a csupasz táncos lányok lábát, és aztán elmennek mindenféle erotikus showkba, és vesznek mindenféle szép szuveníreket, és akkor aztán a bottal az történik, hogy beülnek egy kávéházba, és ott meglátják másnál a botot, és akkor megszerzik, majd aztán kiderül, hogy a botot ott hagyták a szállodában is, ez egy másik embernek a botja, de ők azért elvették a süketném, a fogyatékos szerencsétlentől a botját. Na és akkor ezt a történetet permutálják a végtelenségig, hogy egy bot története Mr. Campbell szerint, és akkor a feleségének a javításai, és akkor egymást aljazzák ezekben az átiratokban, hogy hát egyébként Mr. azt gondolja rólam, hogy én egy buta vagyok, én egy liba vagyok, mert bezzeg én sokkal okosabb vagyok, és én tudok spanyolul. Pedig ő azt mondja, hogy nem tudok spanyolul. Ez is nagyon fontos, hogy a feleség valamennyire tud spanyolul, és akkor közben a lábjegyzetekben halmozódnak a fordításra vonatkozó megjegyzések, hogy lefordíthatatlan szójáték, a Ford, meg efféle megjegyzések vannak már eredetileg is beleépítve ebbe a részbe, és akkor így pingpongoznak a változatokkal. Nem is úgy volt, hanem úgy volt. Ő nem azt mondta, nem azt akarta mondani, hanem azt akarta mondani. Tehát, hogy a szöveg megismétlése, vagy egy helyzetnek az interpretálása, mint fordítás is megjelenik, és hát aztán van a Trotsky halála, illetve hát az azt feldolgozó rész, ugye kubai írók átiratában, ez egy ilyen kis kubai gyirtokti Cabrera Infante szerint, és ugye ezt kellett lefordítani, ami hát azért borzasztó nehéz, mert a kubai írók, akiknek a verziójában elolvashatjuk Trotsky halálának valós és hiteles történetét, ezeket az írókat magyarra nem nagyon fordították le, vagy ha igen, akkor borzasztó csekély mértékben is nagyon régen. És tehát, hogy az a lényeg, hogy az eredeti műben
ott is egy történetre különböző stílusú változatok, vagyis fordítások jelennek meg, és hát akkor ezeket a változatokat, fordítások fordítását, illetve annak a fordítását kellett lefordítani. Hát így. És akkor milyenkor a stratégia, ha nincsenek magyarul szövegek, tehát akkor magyarul nincsen referenciád, nem, amit te magad is parodizálhatsz? Hát igen, számos referencia van ilyenkor, meg azért ilyenkor így átgondolja az ember azt, amit a fordításról valaha gondolt. Tehát arra jutottam hosszas hívódás után, hogy Cabrera Infantének az eredetiség fogalma az, hát finoman szólva sem az, amit mi gondolunk az eredetiről, ugye a romantika óta folyamatosan. Tehát, hogy nincsen eredeti egyáltalán, hanem változatok vannak, egy kicsit úgy, mint a középkori szövegekben, hogy javítok rajta egyet, átírom egy kicsit, tovább mesélem, a következő megint javít rajta egy kicsit, hiszen ugye a szóbeliségen alapul az egész regény. Tehát ez a szóbeliség, ez a változatok meg a fordítások terén is nagyon hangsúlyosan szerepet kap. Mert hogy, tehát én tényleg azt gondolom, hogy őszintén és indokolhatóan vagy védhetően tudtam elengedni azt, hogy bármiféle eredetihez ragaszkodjak. Aztán az, hogy hogyan fordítjuk le azt, aminek nincsen referenciája, mondjuk például a stílus paródiákat. Hát erre nagyon sok, vagy hát nem nagyon sok, de több lehetőség kínálkozott. Az egyik az például a Tigris Trió cseh fordítójának a példája, akivel beszéltem, miután már leadtam a saját fordításomat, de mielőtt még megjelent, tehát akár változtathatunk is volna rajta. Ő azt mondta, hogy ugye a cseh fordítási helyzet nagyjából megegyezik a magyarral, tehát ezeknek a műveknek csehül sincsen fordítása, vagy legalábbis nem annyira fontos, hogy az benne lenne a köztudatban. És azt mondta, hogy ő azt gondolta, hogy vicces akar lenni inkább, mint kubai, és ezért azt csinálta, hogy ilyen cseh gyerekverseket, meg ismert szövegeket parodizált, és mondta, hogy nagyon elégedett volt, mert aztán megmutatta az ilyen-olyan barátainak, és azok csak ugyan felismerték a cseh kiskacsa fürdiket mondjuk a szövegben. És hát szóval, hogy én ezen mélyen megbotránkoztam, mert ugye, hogyha egy könyv kubaiul íródik, abban ne legyen benne a kiskacsa fürdik. Szóval azt gondoltam, hogy én megmaradok akkor a stílusnál. Tehát, hogyha ez a könyv a nyelvről szól, akkor legyen egy stílus önmagában vicces. Tehát ezt meg tudom csinálni, hogy egy-két aknaszerű utalást elhelyezek arra a kevés fordításra, ami létezik, ha egyáltalán létezik, hogy örüljenek a filológusok is. Ugyanakkor viszont stílusparódiákat állítok elő, ami a nyelvi túlzásaim miatt lesz szórakoztató, és nem azért, mert felismerem benne a gyerekkorom kedvenc, nem tudom, versikéjét. És hát nem tudom, hogy miféle egyéb dolgok vagy megoldások kínálkozhattak volna. Azt gondolom, hogy ez az enyém, ez valamelyest védhetőbb legalábbis számomra. Aztán majd megmondjátok. Jó. Én azt hiszem, hogy nekem még vannak kérdéseim, de lehet, hogy most már elérkezett a várt idő, és akkor a közönségnek átadnám a szót, hogy bombázzuk meg Mercedest még hasonló kérdésekkel. Én sajnos nem fogom látni a készfeltételeket, mert nem tabletem van. Vagy tabletem van, bocsánat, nem laptopom, ezért nem látok mindenkit egyszerre, csak 4 embert. Úgyhogy nem fogom észrevenni, ha valaki felteszi a kezét, és nagyon köszönném, hogyha esetleg a chatbe ott beírna, aki szeretne kérdezni, és akkor a kérdést akár, vagy jelezni valahogyan ezt számomra, és akkor szót kap. És hát a legfontosabb az, hogy írjatok a kiadónak, hogy szeretnétek még Cabrera Infantét olvasni. Nyomást kell gyakorolni. Mindenképpen, ennél fontosabb nincs. Ez a ma este üzenete. Igen. Már így előre elmondom, de majd még elismétlen. Na, Berta, Viki szeretne kérdezni valami. Na, hát én azt szeretném kérdezni, mert olvastam a Petrával az írott interjút is, és hogy abban is említi a cseh fordítót, illetve az angol fordítót, és hogy a fordítási munka során most már így tudom, hogy a cseh mikor vette elő, vagy mikor beszélt a fordítóval, de hogy
De hogy az angolhoz mikor nyúl hozzá az ember, vagy hogy ennél a műnél esetleg hamarabb hozzá nyúlt hozzá az ember, mert hogy úgy érezte, hogy így nagyon kétségbe van esve, és mondjuk más műnél sokkal később nyúl hozzá. Szóval mi volt az a pont, amikor ehhez így, mondjuk láttam, hogy elrettentő példaként szolgált, de hogy mégis mikor nyúl hozzá az ember, és akkor mit szeretne tőle látni, milyen, és miként szeretné felhasználni azt? Hát értem. Azért ez az elrettentő példa, ez egy csúnya túlzás volt részemről, mert borzasztó bravúros az angol fordítás, abból a szempontból elrettentő példa, hogy őrült csalódott voltam, amikor akkor nyúltam hozzá, amikor azt reméltem, hogy majd megoldja azt, amit én nem tudok megoldani, és akkor rájöttem, hogy ő se oldotta meg. Na, az borzasztó nagy csalódás. Tehát amikor azt képzeli az ember, hogy ezek az amerikaiak olyan sokan vannak, és olyan sok emberből válik ki az a kevés fordító, és azok biztos sokkal nagyszerűbbek, mint én ebben a kis Magyarországban. És akkor olyankor én mindig remélem, hogy de majd ott jön a válasz, amin már egy hónapja ülök, és nem jutok dűlőre. És akkor kiderül, hogy úgy hagyja spanyol. Ez egyébként az angol fordítóknak valami nagyon álnok szokása, hogy így, ha valamit nem tudnak megoldani, akkor simán belerakják spanyolul. És hát nem tudom, szóval hát így a Scholz fordítás óráin nevelkedett lelkem ezt olyan nehezen dolgozza föl. Úgyhogy hát egyébként a tigrisek esetében már akkor kértem angol fordítást, amikor még egy betűt nem fordítottam a könyvből, mert úgy éreztem, hogy ez nekem nagyon fontos lesz, és nagy szükségem lesz rá. Mint ahogy egyébként sokszor éreztem úgy az elején, hogy nagy szükségem van rá, meg amúgy is egyébként nem baj, hogyha több fordítást néz az ember, mert bármikor kiderülhet, hogy nem figyelt eléggé, vagy téved, vagy tehát mindig gyanakszik az ember, vagy én konkrétan saját magammal szemben, hogy esetleg valami elkerüli a figyelmemet, vagy nem úgy olvasom, pláne egy olyan szövegnél, ugye, ami ennyire fonetikus, mint a Cabrera Infante. Meg hát borzasztó kíváncsi voltam rá, hogy az angol hogyan oldja meg ezeket a fonetikus dolgokat. Nyilván angol azért könnyebb, mert ott egyszerűbb játszani a fonetikával. De igen, tehát hogy az elején kértem az angolt, később érkezett meg az angol, de ott szorítottam magamhoz mindvégig, és hát sokszor csapkodtam a virtuális könyvvel, mert persze nem igazi volt, hanem csak egy ilyen PDF, de pont amikor úgy nagyon-nagyon vágytam volna rá, hogy ott legyen valami okosság, na ott nem volt. Úgyhogy ezért nyilatkoztam szegény angol fordítóról ilyen lesújtóan, de muszáj itt most megragadnom az alkalmat, hogy megemlítsem, hogy nagyon sok nagyszerű megoldás is van az angol fordításban természetesen. Rendben, akkor Scholz László jelentkezett. Hújúj, vizsga lesz. Csak két apróságot mondanék, nem órát tartok. Az egyik az, hogy miért nem adták ki Magyarországon eddig, ugye, vagy korábban. Hát persze, hát ki volt az, aki ilyennel bemert menni a kiadóhoz, hogy ő ezt szeretné lefordítani és kiadni. De a másik az, hogy az öncenzúrán kívül, ugye minden kiadó öncenzúrázta magát, olyat nem javasolt, nem mert javasolni, amiből baj lehetett volna. Hát ott voltak a kubaiak, hát KGST országok voltunk, minden évben volt, én néha tolmácsoltam nekik, hogy összejöttek a magyarok a kubaiakkal, a magyarok az NDK-sokkal, meg a lengyelekkel, és megbeszélték, hogy ők mit szeretnének, hogy megjelenjen. És hát akkor néha felmerült a Cabrera Infante, de csak legyintettek a kubaiak. Később nem ismerte már senki mondani. Én kis kezdőként azt mondtam, hát akkor leszámál íma. Húha, hát abból. Az ötlet szintén nagyon rossz volt. Tehát ilyen többszörös szorítóban voltak a kiadók, és ott volt a kubai fél, amelyik nyilván vétózhatta simán, hogy ő ezt nem akarja, hogy megjelenjen. A másik az pedig említetted, hogy illetve egy kérdés volt arról, hogy mennyi utalás van, irodalmi, zenei, egyéb utalások a szövegbe. Hát ez elkerülhetetlen. Tehát ha nincs realizmus, nincs Vargas Llosa, amelyik nagyon le akarja írni, hogy néz ki a Limai utca, akkor hát meg kell tölteni. És ha nyelvesítünk, hát akkor pedig a nyelvet mozgatom jobbra-balra, és hasonló alkotásokra, nyelvi alkotásokra utalok, és annak az eszközeit forgatom erre-arra. Hát Joyce nem ezt csinálja? Cortázar nem azt csinálja? Cortázar Buenos Aires az olyan fontos, arra jó ellába? Hát nem, hát az, ahogy Párizsban beszélgetnek, meg viselkednek, meg az ellenkezőjét elmondja, meg kifordítja. Hát csak ezt akartam. Nagyon köszönjük.
Szollár Dávid is jelentkezett. Köszönöm, sziasztok, jó napot. Természetesen a Joyce-ra szeretnék rá kérdezni, hogy mit fordított tőle, melyiket fordította, hogyha fejedben van, vagy emlékeztek rá, meg hogy már többet emlegettétek, hogy esetleg nyomok, Joyce nyomok, és gyanúsak a műveiben, vagy a tigrisekben. Hát mert nekem ez az van meg a spanyolul ízőzből, azt, amit a Salas Subirát fordított, ilyen két kötetes kis zsebkönyv méretbe, de hogy érdekelne, hogy ő mit fordított, és mi. De meg is googlizhatom csak. A dublini embereket fordította. Aha. És hát nyilatkozik Joyce-ról sokat, tehát hogy szerintem interjúiban emlegeti Joyce-t sokszor, meg hát az a fajta beszédmód, vagy az a fajta asszociációs írásmód, ahogyan a tigriseket, meg egyébként számos más regényét jegyzi, de mondjuk leginkább a tigriseket, azt szerintem borzasztóan emlékeztet Joyce-ra, nyilván inkább az Ulysses-re. Köszi. Van-e még kérdés? Én itt a chatben nem látok újabb jelentkezőt. Bátran lehet kérdezni. Nincsen? Akkor én még fölteszek egy. De van. Még egy. Na, Dávid. Csak én nem bírtam a csöndet. Igen. Szóval, hogy hát esetleg, na igen, szóval, mi van akkor, ugye azt mondod, hogy írt angolul, és lefordította magát spanyolra. Most az ember a Beckettet nézi, akkor állandó kétségbe van esve, hogy van a Beckett franciául, és van a Beckett angolul, és a két szöveg eléggé szépen eltér, és akkor melyiknek van nagyobb autoritása? Az első szárbaszökkent irodalmi ideának van nagyobb autoritása, vagy pedig az ultima manusnak, ami mondjuk az angol a legtöbb esetben, a francia művek esetben. Tehát, hogy és akkor kapkodod a fejed az angol meg a francia Beckett között. Mi van a spanyol és az angol Cabrera Infante között? Húha! Hát, hogyha kilóra nézzük, akkor azt gondolnám, hogy több van spanyolul nyilván, mint angolul, és mivel ennyire hangsúlyosan jelen van az, hogy ő kubaiul ír, ezért hát nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, hogy a hitelesebb, vagy ilyesmi, és természetesen tehát itt az is közrejátszik, hogy nem olvastam, vagy nem néztem meg alaposan az angol nyelvű Cabrera Infantét, tehát nyelvileg nagyon részletesen nem tudom összehasonlítani. Azt láttam, hogy ugyanezt a szójátékos írásmódot műveli angolul is. Hát az a műve, amit tudom, hogy hamarabb írt angolul, mint spanyolul, az a Holy Smoke című dohányzásról és híres dohányosokról szóló tréfás kötet. És akkor ott azt olvastam egyszer, hogy le akarták fordítatni a Szóban forgó puszt spanyolra, és akkor hát így próbálgatták a fordítókat, hogy kiképes ezt a sok szójátékot, és hát megint a nyelvi akadálya volt a dolognak, tehát ebből nyilván feltételezhető, hogy Cabrera Infante igen jól megtanult az alatt a 40 év alatt angolul, amit ott töltött. És akkor, sőt egyébként ez csak egy zárójel, de egyszer valahol olvastam, hogy ugye két lánya volt, akiket magával vitt, még az első házasságából származó két lánya, akik állítólag, nem tudom elképzelni, de állítólag nem beszélnek már spanyolul. Tehát lényeg a lényeg, hogy ezen tűnődtek, hogy ki tudná lefordítani, senki nem fordította le, és akkor néhány évvel később ő csinálta meg ennek a spanyol változatát, Puro Humo címmel, aminek hát látjuk, hogy már a címének sem nagyon sok köze van az angolhoz. Szóval gondolom, hogy úgy viszonyul egymáshoz az angol Cabrera Infante és a spanyol, vagy kubai, ha úgy tetszik, ahogyan a szövegeiben az eredetik a fordításhoz, hogy nincsen eredeti, és nem tudjuk, hogy melyik a minek az átírása, vagy a mi csodája. Mert hogy egyébként a spanyol nyelvű Cabrera Infante sem tűnik eredetinek. Köszönöm.
Más kérdés. Akkor, ha nincs, én még gyorsan fölteszek egyet, még benne vagyunk az egy órában, a programidőben, hogy van, mondtad, hogy ugye nem akartad magyarosítani, vagy a magyar kultúrkörhöz kapcsolni nyelvileg ezt a szöveget, de hogy van benne magyar utalás, ugye van egy Dracula, nyilván ez nagyon sok regényben van, mint még magyar utalásnak számítva, és hogy nyilván ott könnyebb a dolog, nem tudom, hogy még volt-e más, én nem vettem észre, lehet, hogy volt más is, hogy ezekről picit tudnál emesélni. Tehát, hogy mikor kellett ahhoz a magyar kultúrkörhöz nyúlnod? Uh-huh. Hát kelleni feltétlenül nem kellett, sőt mondom, igyekeztem elkerülni. Néha megengedtem magamnak egy-két kihágást, mondjuk így. Amikor Drakuláról volt szó, akkor ott azt hiszem, hogy egy olyan jelenetet ír le a narrátorunk, ahol Drakula gróf, mármint a filmbeli Drakula természetesen, Lugosi Béla jön le egy eklektikus enteriőrben, és akkor ott nagyon részletesen leírja az eklektikus enteriőrt, hogy gótikus ablaktáblák, és hozzá Biedermeier kerevet, de lehet, hogy nem Biedermeier, hanem valami más, és tehát egy marha nagy stíluskavalkád az egész, amit részletesen elmesél, hogy melyik milyen is, és Drakula gróf utána megjegyzi, hogy bizonyára nem volt lakberendezői vénával megáldva, és akkor ott elmeséli, hogy hogyan hát riogatja a közönségét. És van egy olyan zárójel betoldva, hogy ahogy, hűha, ezt nem tudom, hogy kire utal, talán Busztró Feddonra, de nem biztos, ahogy ő mondaná, és akkor ott mond egy ilyen nagyon frappán szó viccet a Béláról. Ja igen, valami ilyesmit mond, hogy La Vela con su Vela, ugye itt azzal játszik, hogy a Béla magyarul, és a Vela, V-vel spanyolul, ugye ami gyertyát jelent, ugye az öreg vámpír megy a gyertyájával, és akkor ez milyen mulatságos, mert ráadásul ugye mind a két hangzót kb. Ugyanúgy ejtik spanyolul. És akkor hát itt kétségbe estem, hogy most mi az, ami rímel a Bélára, és hát ilyenkor nyomban eszébe jut az embernek, hogy még él a Méla Béla, és hát ezt így belebátorkodtam írni, mert hogy azt gondoltam, hogy ha már egyszer a Lugosiról beszélünk, akkor mondja azt a híres költő, hogy még él a Méla Béla. Ez volt az egyik ilyen magyar nyelvű kilengésem. Aztán egyéb magyar utalások vannak benne, mondjuk Moholy Nagy Lászlóval kapcsolatban, aki hát csak egy ilyen vicc erejéig merül fel, amikor arról beszélgetnek egy kocsmában, hogy ki milyen nemzetiségű, és hogy fotós, igen, művész vagy, akkor biztos te vagy ő, és akkor így ezen élcelődnek, de itt semmiféle szójátékra nincsen, vagy nem volt alkalom, hanem azt hiszem, hogyha jól emlékszem, még kettő darab magyar aknát helyeztem el ön célúan. Az egyik az, most elárulom mindent, na nem baj, az egyik az egy olyan rész, ahol kubai reklámokat parodizál a szóban forgó rész, és akkor így azt mondja, hogy na nézzük, milyen vicces kubai reklámok vannak, és akkor ott elkezdi az olyan kubai reklámokat sorolni, amiben hát vagy erotikus, vagy erotikus utalás van leginkább, tehát hogy ott azon szórakozik, hogy hát igen, Kubában mindenki mindig csak arra gondol, és lám a reklámokban is, és akkor nekem eszembe jutott, hogy hát igen, Magyarországon is ugye a reklámnyelv az különösen régen nagyon-nagyon érdekes volt, ugye számos kiváló költőnkről tudjuk, hogy reklámokat ír, és hát miféle erotikus reklámjaink vannak nekünk, és akkor így végig gondoltam, és eszembe jutott a csodálatos Erika porszívónak a reklámja, úgyhogy azt beleírtam, hogy biztos ismeritek, nem? Nem ismeritek? Volt egy ilyen a 70-es években talán, van egy, hogyha meggooglizzátok, akkor látni fogjátok, még plakátformában is megvolt, úgy szól, hogy ne verje ki, ne rázza ki, Erikával szívass, aki. Szóval ezt a csodálatos szöveget csak fragmentum, vagyis idézet szintjén raktam bele, tehát gondoltam, hogy az egész Erikát azért nem rakjuk bele, de egy ilyen pikáns részhez odaírtam, hogy ne verje ki, ne rázza ki, mert azt gondoltam, hogy aki tudja, az úgyis kacagni fog. Illetve volt még egy magyar referencia, ami nem volt, csak miattam lett benne. Ez pedig ott van, ahol, és ezt a Csuhai észrevette, és én nagyon csodálom őt érte. Ezt így kínomban raktam bele, annál a résznél, ahol
azzal szórakoztatja magát a szerzőnk, hogy mindenféle neveket ír át, és akkor elmeséli, hogy milyenek a, nem tudom, a költők, az operaszerzők, a jeles kubaiak, és akkor ilyen névlisták, a filozófusok, meg a mi minden, és akkor ilyen hosszú-hosszú névlisták vannak, és akkor azzal játszik, hogy a spanyol, illetve hát nem csak spanyol neveket kiforgatja, és akkor mindig valami vicceset, rendszerint pikánst ugyancsak, de nem mindig csinál a nevekből. És akkor hát ez nagyon hosszú ez a rész, tehát sok-sok oldalon keresztül vannak ilyen nevekből képzett szóviccek, és már előtte is voltak, és hát ezt még csinálni is unalmas, nem hogy olvasni. És akkor ott volt egy olyan pillanat, ahol a filozófusoknál azt írta, hogy Unamuno, ami ugye nyilván a spanyol filozófus Unamuno-nak a kiforgatása, és ugye Unamuno, kubaiul, egyesüljünk. És akkor hát itt nyilván nem a pikáns részére gondoltam hirtelen, hanem arra, hogyha filozófusok, akkor bizonyára a filozófiai egyről lehet szó, és erről persze Mercinek eszébe jutott Plotinos, erről pedig eszébe jutott Steiger Kornél, és akkor így lett Unamunóból Cornelius Steiger, úgyhogy őt egy ilyen titkos aknaként elhelyeztem a szövegben, és azt hittem, hogy senki nem fogja észrevenni, és aztán a Csuhai írt egy üzenetet, hogy ez hogy kerül ide. Úgyhogy most így meggyónom mindenkinek, hogy ez így bele szüremkedett. Többre nem emlékszem hirtelen, hogy még milyen magyar utalások vannak. De mondom, igyekeztem borzasztó minimálisra korlátozni, mert hogy ez tökéletes egyébként, mert utána egy fordítás órán megkérdeztem én is a hallgatóimat, hogy mit csinálnak akkor, hogy egy szöveg kubaiul van, tehát hogy ezt így hogy dolgoznák föl a lelkükben. És ezen szemlátom, ezt senki nem akadt föl rajtam kívül. Tehát, hogy bocsánat, hogy számomra ez ilyen őrült nagy probléma, hogy lehet magyarul valami, ami kubaiul van. Tehát, hogy ha már nyelvileg csinálok egy ilyen konstrukciót, amiről elhitetem, hogy ez a kvázi magyar kubai, akkor biztos, hogy ne legyen benne magyar utalás, vagy csak minimális, mert akkor rögtön kilóg az a bizonyos lóláb, és nem hiszük el, hogy kubaiul van. Hát így. Köszönjük. Akkor itt a cseten egy A hozzászólás van, nem tudom, hogy még itt Dávid, ez egy reakció, vagy még akar kérdezni valamit. Bocsánat, én ezt a Erika porszívósat gyerekkoromból ismertem, de mivel gyerekkoromból ismerem, soha az életben nem gondoltam volna magamtól arra, hogy ez milyen mocskos voltak éppen. Hát gondolod. És ezt befelsikoltottam, és ez belecsúszott a csetbe, bocsánat. Semmi van. Hát igen. Amúgy ez a fordításnak a legmulatságosabb része volt, amikor így eszembe jutott, hogy a magyar reklámok azok mennyire jók. És én mennyit olvastam arról, hogy a magyar reklámok mennyire jók. És akkor úgy elkezdtem rendesen magyar reklámokat nézegetni, és így szanaszét röhögtem magam hetekig, amíg ezeket nézegettem. Tehát ezt mindenkinek szeretettel ajánlom Borús őszi és téli esdékre, hogy magyar reklámokat kell nézegetni a 80-as évektől visszafelé. Isteni jó szórakozás. És hát a plakátok is egyébként. Tehát a századfordulós magyar plakátok ugyanez, és ilyen agyonütős aforizmák vannak rajta, állati jó. Van-e esetleg még valakiben kérdés? Ne maradjon bent. Jól van. Ha nincsen, akkor azt hiszem, hogy sajnos véget vetünk a kutatók éjszakája programjának. Nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek a részvételt, a kérdéseket, a beszélgetést, és akkor lehet, hogy jövőre találkozunk újra. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és még egyszer szeretném az este üzenetét megismételni. Írjatok a Jelenkor kiadónak, hogy szeretnétek még Cabrera Infante regényeket olvasni sokat. Ez nagyon fontos. Mindenkinek szép hétvégét. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.